céltudatos élet. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél 12:1-2. A mai reggeli ígét több fordításban is olvastam, íme néhány közülük. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért hát mi is dobjuk le magunkról mindent, ami akadályoz bennünket, még azt a bűnt is, amely annyira tapad ránk, és el akar gáncsolni. Kitartással fussuk meg a versenyt, ami előttünk van. Közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő elszenvedte a kereszten a halált, de mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzés jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Azért mi is, akiket a tanuknak így nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet, és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az eléje tárt öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal, és az Isten trónjának jobbján ül. Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a reáváró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, hit szerzőjére, befejezőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Ezért mi, akiket a tanuknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a reáváró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül. Számomra mindegyik verzióban más gondolatra esett a hangsúly. Vajon neked mit mondott Jézusról és a céltudatos életről?